Na kérem szépen, 4 nappal vagyunk a legutóbbi túra után, szombat reggel van. Ami elsőre látszik, hogy megérkezett a felszerelés, tehát most már szépen össze van rakva minden. Van csengőm, ténylegesen van csengőm. Jó pufa kis csengő. Emellette mint kulacs, zár, az is fontos volt, sárvédő. Szóval szépen kezd összeállni a bringa. Sőt, megérkeztek a hosszabb távú elképzeléshez szükséges táskák, szerszentartó kulacsok és egyéb dolgok, szóval alakulunk. A mai túra megint síkterepi túra lesz, nagyjából legyen síkterepi túra, mert a váltó még mindig nincs jó beállítva, majd a pár nap múlva hiszem szervizbe. Tulajdonképpen az fog történni, hogy a vasárnap a defekt miatt elmaradt részeket gyakorlatilag bepótolom, nehogy már egy homokos úton ne menjek végig csak az egy hülye defekt miatt. Ismét Péteriben vagyok. A múltkor itt úgy mentem el, hogy kész, elég volt, nem megyek be a homokos terepre. Nem, akkor épp elegem volt a homokos terepekből. Most viszont visszajöttem. Gyere homok, nézzük meg milyen vagy. Egyszer mindegyik homokos út a végig kell járni a környéken. Eddig konkrétan árulás, nincs homokos út. Csak meg lesz az a homokút végül, bár egyelőre még csak földút, de... Húrja a hangosút! Kutya az már van. Mindjárt traktort fogok előzni. Broken chains, grace had fallen. Could not carry you. Though my past was full of sorrow. Nos, ez itt a következő szakasz. Ez vasárnap. Azért maradt ki, mert ugye ülőn
jött az a nagyon aljas defekt, amivel gyakorlatilag elcsesztem több mint egy órát, és amiatt már csak tekerni kellett haza. Így ez a szakasz kimaradt. Most ez viszont ránézésre nagyon csúnyán süppedős, homokos, és csak ott a horizonton ott látszik az M0. Hát jó, remélem nem kell végig tolni. Mert hát nyilván tolni kell, akkor visszajövök. Pedig ez olyan izgalmas szakasznak tűnt, térképe legalábbis. Eléggé kell koncentrálni, mert igen. Hát oké. Roller ez is nagyon lehet benne. Hát itt mondjuk a szélén, a fűben lehet menni. Nem tudom meddig. Hát amíg tart a fű mondjuk. Nyilván. Túloldal. Végezen is lehet menni. Ja. Szerintem így szereztem a múltkor a defektet. Na. Hát. Itt sem mindig arra megy, amerre szeretném. Nézzünk le, itt mi van. Hát. Végül is haladok. Oh. Derék. Pedig már olyan, na jó, haladtam. Nem is tudom, mit mi lesz. Itt nincs semmi. Esetleg itt. Ott. Azért kell már csak eljutni, ahol az autók járnak. Vissza nem fordulunk, az biztos. Ez hegymászás kategória körülbelül ebben a mély homokban. Ah, no way. Hú. Mindig homokozó. Marad ez az oldal. És indulunk. És van valami nyom. Valaki úgy döntött, hogy inkább erre jár. Hát, azért
Na szóval ez az út, ez megakasztott. Mély homok, de ugyanez a vetés is, és ugyanez a tarló is. Egyik oldalon sem lehet kerékpárral menni. Tolás lesz még hozzá. Nagyjából ott az a fehér izé van. Ott megy az M0. Legrosszabb esetben odaig kell eltolni. Ha szerencsém van, akkor megjól az út. Az út még mindig homokbánya, de itt mellette a tarló az egész jó járható. Nyilván lassú, mint a disznó, de hát de akkor is kerékpár, mégse tolni kell. Ott a távolban próbálok rá közelíteni, szóval az a Mólkút, az M0 alacskai pihenőhely, vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy M0-án van benzinkút, és van rajta valamilyen vad híd, tehát vadaknak való híd, amin valószínűleg megpróbálok én is keresztül jutni. Ez az egész egy nagy kaland. Amikor már a traktorosnak is elege van a homokból, és inkább a tarlóban jár ki egy másik utat magának. Hát nem vad híd lett belőle. Aszfalt. Határozottan aszfaltozott úton járok, és ez megy át a M0 fölött. Ott meg ugye a Mars is. Az pedig ott már becsés. Gyakorlatilag szomszédvár. Kész. Vége. És akkor szabadidős tevékenység. Defekt szerelés.